Hát igen, jobban teljesítés zálogai vagyunk. Éljünk ezzel a bizalommal, amit megkaptunk Zsolttal. Jobban teljesítés záloga abban, hogy felnyissuk az emberek szemét, ahogy mondta. Mutassuk meg békésen az embereknek, hogy igenis lehet ilyet csinálni. Mai napon is vannak emberek, akik nem hiszik el, hogy egy bankra ráragaszthatod, hogy ő egy mocskos uzsorás. És azt, hogy ne fizessél a bankodnak. És azt, hogy bojkottáld a bankot, és ne használj bankot, hanem készpénzt használj. Ez ki teheted? Ez a te véleményed. Mutassuk meg az embereknek, hogy ehhez jogod van, hogy megtedd. És ez lesz a jobban teljesítés, amikor mi megmutatjuk az embereknek ezt, hogy ilyet lehet csinálni. Sokan írtunk már levelet a miniszterelnökhöz, és a következő felszólaló a sajátját fogja felolvasni, mert hogy nem biztos, hogy megnézi, hogy a postán megkapta, de ha már itt van, és itt ez a lehetőség, hallgassuk meg, hogy Dohos Éva civilként milyen levelet írt a miniszterelnökünknek. Itt hallod? Jó. Szervusztok, én Dohos Éva vagyok, és Kispestről érkeztem. Tisztelt miniszterelnök, az ön által 2013. július hónapban továbbított köszönő levelére szeretnék reagálni. Ön büszke arra, hogy a túlzott deficiteljárás hazánkkal szemben megoldódott, de a túlzottan leszakadt gazdaság itt van a nyakunkban. Megvan így a megoldás? Az ön által hozott intézkedéseknek köszönhetően az állampolgárok a békefeneke alá süllyedtek. A munkanélküliség folyamatosan nő, melynek következménye a közmunkaprogram. Mit old meg, és hogyan? Már aki részvevője lehet. A rehabilitált emberekbe igen drasztikusan rúgott bele, a módosított munka és föltörvény elfogadásáról nem is beszélve. Tovább nem is sorolom, lenne mit. A nyomor mindannyiunk szégyene, nincs pénzük, megélhetésük az embereknek, a vásárlóerő egyre kevesebb, az áruk nem találnak gazdára. Családok szakadnak szét, akár az elvándorlás következményeképp, nem beszélve az öngyilkosságokról. Mi kis magyar állampolgárok normális, egyszerű és hétköznapi életet szeretnénk élni. Mindennapos történet mondaná az ember, ám a politika ennek határát sem engedi súrolni. Holott önök politikusok folyvást nyilatkozzák, Magyarországon stabil a demokrácia és a jogállam. Hát akkor idéznék, hogy mi a demokrácia. Jogegyenlőség. Olyan rendszer, amelyben minden állampolgárt ugyanazon jogok illetik meg, a döntések pedig a többség akaratát veszik figyelembe. A bőrünkön mindezt nem tapasztaljuk, de ön feltehetően másképp vélekedik. Utalok a rezsicsökkentés törvényhozására. Nem értem azok után, miért volt szükség még aláírás gyűjtésre. Ezzel szerette volna alátámasztani a nép akaratát. Gratulálok! Főleg, hogy kisebb-nagyobb létszámban írtak alá elhunyt emberek, valamint egy 3 éves kisgyermek. De a demokráciának akad más jelentései is. Népuralom. Az az államforma, amelyben a hatalmat, törvényhozás és kormányozás a nép által választott képviselők gyakorolják. Valahogy így van ez, főleg kétharmados többséggel, mint oligarchák uralkodnak. Az oligarcha, az arisztokráciának, mint államformának elfajulása, mikor néhány család vagy egyén ragadja magához a hatalmat, azt önző céljaikra használja fel. Egyén az ön személye, a család fogalmát a párthatalomnak tudom be. Fidesz, KDNP. És végül a hitelezésre is kitérnék, mint érintett, devizahiteles. Oly módon tenném ezt, hogy mellékelem az OTP bankhoz írt válaszlevei másolatás, pontosan csak 2 példány, csatolok, hogy ne kelljen ismételni magam. Ebből csak idézek a lényeget. Összefoglaltam, hogy ne kelljen sokat. Az első levél az arról szólt, hogy a Budapest főváros 19. kerület Kispest önkormányzat képviselő testülete rendeletet alkotott az önkormányzati bérlakások eladásáról. Ez azt jelentette, hogy a beleélő bérlőknek előrvásárlási joguk van, amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, úgy a törvény lehetőséget ad a lakás harmadik személy részére történő elidegenítésére, lakottan. Ezt a megjegyzést azért teszem, mert a médiák azt súlykolják, hogy nem tartottak fegyvert az emberek fejéhez. Akkor hadd kérdezzem meg, hogy ez mi. A második levél a kereskedelmi bankok, második levélben a kereskedelmi bankok spekulatív rendszerére utaltam,
mely a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve az ellehetetlenítésünkhöz vezetett, kormányaink mintehhez pedig asszisztáltak. A reakcióm nem azért teszem, hogy az én problémám megoldódjon és rám figyeljen fel, ez csak egy példa. A társadalom egészét érintő problémákra tettem utalást, mely egy ország tragédiájához vezetett. Társadalmi kérdés, mellyel a jog és igazságszolgáltatás nem tud és nem is akar mit kezdeni. Prolongálni egy tragédiát embertelen felelősség. Nem is fogom fel, hogy a bűnelkövető bankok vezetői, akik milliárdosok lettek, továbbra is szabadlábon garázdálkodhatnak. De hát érdekes módon minden párthatalom mögött jelen vannak. Megjegyezni kívánom, hogy az árvíz helyzet kapcsán is úgy nyilatkozott a médiában, hogy győztünk a vízzel szemben. Nem, az árvíz visszavonult, most meg egy fontos csatában. Talán ön valami háborús helyzetnek átélője, túlélője? Nem értem, miről beszél és ír. Én viszont úgy érzem, hogy egy harmadik világháborút, egy globális pénzügyi rendszer, nyugat, mint globális nagyhatalom, pénzhatalom élünk meg. Ezt kormányunk szupermódon kezeli a bankokkal karöltve, így kergeti az állampolgárokat a passzív eutanáziába. A bank nem más, mint egy legalizált maffia, őt kihúzza a kormány a slamasztikából, ha nem tudja jól üzemeltetni spekulatív módon üzött pénzmosodáját. Végül azzal zárnám, hogy nem csak hazánkban vannak súlyos problémák, hanem a nagyvilágban szinte mindenhol. Különböző országokban sem feltehetően az állampolgárok okozták például akár a gazdasági válságot, vagy egyéb szélsőséges és drasztikus intézkedéseket, jelenségeket. De a politikai nagyhatalmak a megválasztásukkor esküdtettek, mégpedig arra, hogy állampolgáraikat képviselik. De hát ezen megválasztott politikusaink döntéseinek következményeként azt gondolom, hogy a Föld sem bírja el a hátán már ezt a sok degeneráltságot, és ennek végső stádiuma a rengeteg természeti katasztrófa. Mindannak ellenére, hogy fent leírt megnyilvánuláson igencsak negatív, mindenféleképp kívánok önnek és családjának jó egészséget, minden jót, mert valahol ön is szülő és férj, tehát családjának igen fontos ember. A felesége előtt felett hajtok, és megköszönöm megtisztelő jelenlétét, mikor is július 4-én a kúria döntésének napján megtisztelt bennünket. Úgy éreztem, végre valaki minket, magyarokat emberszámba vesz. És bocsásson meg egy kis utóiratot, még engedjen meg. Miniszterelnök úr, számomra fontos civil szervezetek, mikor is demonstrációt szerveznek, igyekszem velük tartani. Kihangsúlyozom, hogy ezen szervezetek egyike sem a CÖF. Azzal a céllal vonulunk utcára, hogy megpróbáljuk jogainkat képviselni, nem pedig polgári engedetlenségnek hangot adni. Sajnos van, amikor szakad a kötél. Az említett szervezetek feltehetően önnek nem kell külön bemutatni, de kihangsúlyozom, hogy tevékenységeik céltudatosak és önzetlenek. Nekünk magyar állampolgároknak segítőkezet nyújtanak és egyben képviselnek. Kérdezem én, mindezt nem a hatalmon lévő kormányunknak kellene megpróbálni? Köszönöm szépen!